Köszöntök mindenkit. Arra gondoltam, hogy 4 órában mindenki kellően elfáradt lát, és ahelyett, hogy egy ilyen mély pszichológiai jogfejtéssel kezdeném ezt az előadást, vagy igen, értem, akkor inkább egy történetet szeretnék elmesélni, egy tanulságos történetet, ahogy az élet megtanított arra, hogy megértsem a gyógyulásnak a pszichológiáját. Ugye mi jut eszünk be erről a képről, nem sokára karácsony lesz, és ilyen ajándékok, a meghitt hangulat, ünnep, ilyen dolgok, de semmiképpen sem ez. Ugye 5 évvel ezelőtt az életem egyik legdrámaibb időszakát éltem, egy nagyon válságos időszak volt számomra, és az egészségem az teljesen leépült. Már azt gondoltam, hogy itt a vég, és ami még ennél is rosszabb volt, hogy úgy gondoltam, hogy talán ez jobb is így. Nem azért, mert könnyen feladom, hanem azért, mert már mindenen túl voltam. Hanem mindent kipróbáltam, amit lehetett, de semmi nem segített. Ez a folyamat, ez 8 éven keresztül zajlott. Először egy ilyen enyhe emésztési panaszokkal kezdődött, majd később, most már tudom, hogy egy irritabilis bélszindróma, utána pedig egy colitis ulcerosa, a vastagbélnek egy krónikus gyulladásos betegsége alakult ki, majd tovább fejlődött ez a betegség, és az egész emésztőtraktusnak a gyulladásos betegsége alakult ki. Tehát így végül már nem tudtam semmit enni, mindenre allergiás voltam, teljesen leépültem, és ez 8 éven keresztül nagyon sok mindent kipróbáltam, hogy lehetne, nagyon sok utat kezdtem, hogy lehetne ezt kezelni. Úgy kezdtem, mint mindenki más, hogy elmentem, kivizsgáltattam magam, és mondták az orvosok, hogy milyen gyógyszereket kell szednem, de ez gyakorlatilag csak ilyen tünetenyhítésre volt jó, tehát mondták, hogy ezt a betegséget nem tudják meggyógyítani. Hát ezt nem tudtam elfogadni, és így orvostól orvosig jártam, erről egy másik történet jut eszembe, nemrég hallottam, hogy három beteg a kórházban beszélget, és azt mondja, tehát így kiderül, hogy mindegyik azt mondta az orvos, hogy egy pár évben nekik hátra. Hát kérdezgetik egymást, hogy mit fogsz csinálni a pár év alatt. És mondja az egyik, hogy hát hazamegyek, és megírom a végrendeletemet, és elkezdek utazni a világba, hogy megnézem, amit még idáig nem láttam. Mondja a másik, hogy hát én hazamegyek, megírom a végrendeletemet, és utána a szeretteimmel töltök minél több időt, családommal, unokáimmal, stb. Kérdezik a harmadikat, hogy és te mit fogsz csinálni? Mondja, hogy hazamegyek, és keresek egy másik orvost. Szóval én is így voltam ezzel, hogy orvostól orvosig jártam, és mikor már kimerítettem a palettát, de hogy az orvosi protokollnak a módszereit, akkor elkezdtem alternatív irányba orientálódni, és ott is végigjártam mindent. Ezt az időszakot úgy nevezném, az életemnek ezt az időszakát, mint a jó tanácsok labirintusában. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel. Mindenkinek hihetetlen sok jó tanácsa van, főleg arra, hogy mit kell megvennem, ahhoz, hogy egészséges legyek, de végül az ember mindenhol falba ütközik, és nem tud kijönni a helyzetből, nem tud kijönni ebből a labirintusból, amikor belekerült. Biztos ti is néha éreztétek így magatokat, de ez eltartott 8 évig, mire végül teljesen leépültem, és hallottam azt, hogy valaki említette, hogy Indiában van egy nagyon jó ilyen naturopátiás hely, és azt meg kellene próbálnom. Tehát akkor kimentem Indiába, ott voltam több mint egy hónapig, de sajnos innen is csalódással tértem vissza. Ez sajnos nem egy ajurvédikus klinika volt, hanem egy ilyen természetes, naturopátiás gyógyközpont.
Utána pedig hallottam, hogy itt nem messze, ugye a dr. Dimitri tartott itt előttem előadást, hogy nem messze tőlünk van egy ajurvedikus klinika. Hát erre nagyon lelkesedtem, ugye én több mint 20 éve ezzel ebben a kultúrában élek, tehát jól ismertem az ajurvédának az elméletét, a gyakorlatát azt nem annyira. Úgyhogy elkerültem erre a klinikára, és akkor volt ez a karácsonyi időszak, amikor teljesen leépültem, és mondták, hogy a klinika az csak karácsony, vagy új évkor nyit, mert egy ilyen karácsonyi szünet van, és azon imádkoztam, hogy valahogy kibírjam azt a két hetet egészségileg, hogy odaérjek a klinikára. Szóval végül kibírtam, és akkor oda kerültem a klinikára. Hát ez egy nagyon jó élmény volt, mert egy hónap alatt teljesen rendbe jött az egészségem. Hát, ez is egy jó példa az ajurvédára, hogy egy ilyen nagyon csodálatos hatása van az ajurvédának. Úgy jellemezném az ajurvédát így két szóban, hogyha az ajurvéda előnyét szeretném elmondani két szóban nektek, akkor azt mondanám, hogy az együtthatás és a személyesség. Az együtthatás az azt jelenti, hogy minden kezelés, amit kaptam, az én testtípusomnak megfelelő volt. Tehát az étkezés, életmód, stb. Itt éreztem először azt, hogy nem kísérleteznek velem. Tehát ők gyakorlatilag tudják, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Tehát ez, én ahhoz hasonlítanám, azért van itt ez a kép, hogy mikor a napnak a sugarait összegyűjtjük egy nagyítóval, és egy pontra koncentrálódik, akkor egy pontra irányítjuk, akkor egy nagyon koncentrált hatást tudunk elérni. Szóval ilyen az ajurvéda is, ez az együtthatás, hogy összegyűjti pont azokat a kezeléseket alkalmazza, ami nekünk a legmegfelelőbb. És éppen ezért egy koncentrált hatást tudunk elérni. Hát ezen nagyon lelkesedtem, hogy végre van egy módszer, ami által meg tudok gyógyulni, de ugye ez többet is elmond az embernek, hogy ha ezáltal meg tudok gyógyulni, akkor többet kell tudnom erről, mert ezáltal meg is tudom őrizni az egészségemet. Tehát elkezdtem nagyon komolyan tanulni az ajurvédát, és mindig, amikor jött az orvos hozzám, a Dimitri doktor úr, aki ezzel előadást tartott, akkor mindig volt 10 kérdésem legalább. És minden vizitkor volt 10 kérdésem. És persze ő ennek igazából örült, mert nem sok olyan páciense van, akit érdekel az ajurvéda, leginkább csak az érdekli őket, hogy minél gyorsabban gyógyuljanak meg és menjenek el. Tehát ő nagyon lelkes volt, és akkor így tanítgatott. Utána pedig, ahogy kikerültem a klinikáról, akkor tovább folytattam ezeket a tanulmányaimat, és nagyon, nagyon örültem, hogy visszanyertem az egészségemet. Igen ám, de egy év után, mint a derült égből a villámcsapás, egyik ebéd után egyszer csak elájultam. És amikor magamhoz tértem, akkor vakbértájékon egy nagyon komoly fájdalom, egy ilyen éles fájdalom hasított belém, és az összes tünetem, ami előtte volt, ilyen gyulladásos, vagy vastagbélgyulladásos tüneteim, azok mind visszatértek ezzel. Tehát ugye ez a rémület, ezt úgy nevezném ezt az időszakot, hogy a rémület. Ugye végre megörültem, hogy ki tudok jönni ebből a helyzetből, akkor újra beleestem, és estére annyira felerősödtek a tünetek, hogy bevittek a sürgősségére, és ott álltak fölöttem az orvosok éjszaka, és tanakodtak, hogy most azonnal megnyújtsenek-e. Én pedig imádkoztam, hogy nem véletlenül megnyújtsenek, és szerencsére valahogy úgy alakult, hogy azt mondták, hogy majd reggel visszatérnek, meg valami vizsgálatokat el kell végezni, és én reggel hívtam rögtön az orvost, az ajurvéda klinikának az orvosát, és mondtam neki, hogy milyen helyzetben vagyok, és azonnal megyek oda. Így kerültem másodszor a klinikára. Én megint ott voltam egy hónapig, és ez esetben a kezelések sajnos nem bizonyultak annyira, tehát nem tudtam kijönni ebből a betegségből, és úgy jöttem el egy hónap, tehát csökkentek a tünetek, de teljesen nem szűntek meg. Szóval mi kellett eljönnöm a klinikára, hogy mindig voltak ezek a tünetek. Viszont, hát ezt nem azt mondom, hogy az orvosnak, a klinikának a hibája, nyilván, hanem
az volt a lényeg, hogy megértettem ezáltal valamit. Tehát azt értettem meg, hogy csupán testi szinten kezelni a betegségeket, az kevés. És nagyon sokat beszéltek itt róla korábban, hogy van egy másik oldala is az egészségnek, ugye ez, hogy mentálisan hogyan állunk hozzá, és ez persze az ajurvédának szerves része. De akkor arra gondoltam, amivel én amúgy is az ajurvéda pszichológiával foglalkoztam az elmúlt időszakban, összerakom ezt az ajurvédának a testi kezeléseivel, és megpróbálom megnézni, hogy lehet ebből egy rendszert kihozni, és akkor elkezdtem ezt nagyon komolyan kutatni. A következő időszak az arról szólt, hogy ezt próbáltam feltárni négy dolgot, hogy hogyan alakulnak ki mentális szinten a betegségek, ez az egyik. A második az, hogy mi az oka, hogyan alakulnak ki, és hogyan lehet ezek az egyenismert helyreállítani, a negyedik pedig, hogy milyen hibákat követünk el, és nem tudjuk visszaállítani az egyensúlyt. Tehát hogyan alakulnak ki a betegségek, így mentális szinten? Erre nagyon sok kutatás van, nyugati egyetemeken is végeztek rengeteg kutatást, de elsősorban arról szólnak, hogy a negatív érzelmek, mint a düh, stressz, feszültség, ezek milyen szervi elváltozásokat váltanak ki, illetve inkább úgy mondom, hogy van-e hatása a szervezetünkre. És hát nyilvánvaló, hogy van hatása a szervezetünkre, ez nem kérdés, de hogy mennyire súlyos hatása van. És ugye a negatív érzelmek, azoknak van súlyos hatása, de enyhébb hatása van. A súlyosabb hatása a szervezetünkre annak van, hogyha egy mély érzelmi sok hatás, tehát egy érzelmi sok hatás ér bennünket, annak már egy komolyabb hatása van. És a legkomolyabb hatása, a legsúlyosabb betegségeket az váltja ki, hogyha mély érzelmi elfolytásaink vannak. És az ajurvéda, vagyis a védikus pszichológia nagyon szépen föltárja, hogy mi történik bennünk, hogy mi a mi belső világunk. És azt gondolom, hogy ha valaki ezt nem ismeri, akkor nyilván nem is tudja ezen a szinten kezelni a problémákat. Én ezt úgy nevezem, hogy a pszichológia anatómiája. Szóval, hogyha valaki nem érti az anatómiát, ugye, ez olyan, mint hogyha valaki akarna egy műtétet végezni, de nem érti az anatómiát, nem tudja az anatómiát, nem ismeri. Hát azt meg lehet jósolni, hogy annak nem lesz egy jó vége. Tehát a pszichológia anatómiáját, amit a védikus pszichológia ír le, azt is nagyon fontos ismerni ahhoz, hogy ezen a szinten tudjuk kezelni a betegségeket. Ezáltal az érzelmi elfolytásainkat, az érzelmi nehézségeinket meg tudjuk oldani. Föl tudjuk tárni és meg tudjuk oldani. Tehát ebbe merültem el, mert azt láttam, hogy ez a legfontosabb része ennek. És a második, hogy jönnek létre a betegségek, szóval van egy negatív, egy ilyen mély érzelmi elfolytásunk, az közvetlen hatása van az idegrendszerre. És az idegrendszer pedig irányítja a szerveinket. Tehát ez mint egy láncreakció úgy alakul ki, éppen ezért, hogyha csak szervi szinten próbáljuk kezelni a betegségeket, ugye, akkor csak részeredmény, tehát egy tünetenyhítést tudunk elérni. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak ezen a szinten kezdjük, szóval erre az én esetem is egy példa, hogy nagyon szép eredményt el lehet érni azzal, hogy a testi szinten kezelünk valakit, de az kevés. Tehát éppen ezért az ajurvédának is több pillére van, és nagyon fontos, hogy ezt a pszichológiai részét is figyelembe vegyük, és megtanuljuk az érzelmi elfolytásainkat is feltárni és megoldani. Tehát, hogy hogyan tudjuk helyrehozni, tehát először is meg kell érteni ezeket az elfolytásokat, hogy hogyan alakulnak ki, milyen elfolytásunk van, és hogyha ezt megértjük, akkor az idegrendszer lenyugszik, ha az idegrendszer megnyugszik, akkor természetes módon a szervezetünk az regenerálódik. Tehát az ajurvédának ez a lényege, hogy egy egyensúlyt teremteni a szervezetünkbe. Tudjuk, hogy egyensúlyt nem tudunk a szervezetbe teremteni, hogyha mentálisan nem vagyunk egyensúlyban. Tehát az első lépés az az, hogy mentálisan egyensúlyba tudjunk kerülni. Legalább azzal kapcsolatban, hogyha van valami súlyos betegségünk, akkor azt az érzelmi tartalmat kell megérteni, ami kiváltotta a betegséget, és azzal kapcsolatban legalább meg kell nyugodni.
és ezt természetes módon fogja követni a szervezetnek a regenerálódása, tehát a gyógyulási folyamat. Tehát ez így alakul ki. És mi az, amit mi hiba, amit mi elkövetünk? Az az, hogy nem nyugszunk le. Tehát ez olyan, hogy ahhoz tudom hasonlítani, képzeljük el, hogy tél van, és 38 fokos láza, 39 fokos láza van valakinek, és felül a biciklire, és így két órát biciklizik ízadásig, volt egy kép erről, hogy ez nem kell orvosnak lenni, ugye, hogy az ember maga alatt vágja ilyenkor a fát. Tehát csak rosszat tesz magának. Ugyanígy, amikor idegileg nem nyugszunk meg, az érzelmi szinten nem tudjuk kezelni a konfliktusainkat, és örlődünk, ezt úgy nevezem én, mint hogy az idegrendszerünk biciklizik. Tehát, hogy ha folyamatosan örlődünk a problémáinkról, konfliktusainkról, stb., akkor ez érzelmi elfolytásokat fog okozni, és betegséget fog kiváltani. Tehát ez létkérdés gyakorlatilag, hogy megtanuljuk az érzelmi elfolytásainkat kezelni az életünkben. Utána, hogy összeállt ez a rendszer, akkor egyre többen kezdtek érdeklődni erről. Hát elsősorban a környezetemben, akik ismertek, hogy gyógyultam meg, és akiknek voltak problémáik, akkor nyilván érdekelte őket, hogy ezen a szinten hogy lehet ezt kezelni. És én úgy láttam, hogy három dolog van, három összetevője van annak, hogy valaki kiszámíthatóan meg tudja oldani a problémáját, ki tud jönni egy betegségből. Az első, amiről ideig beszéltünk, az érzelmi elfolytásoknak a megoldása. A második az az, hogy a tünetekhez megfelelően álljon hozzá. Ami legalább egy ugyanolyan fontos dolog, mert tudjuk azt, hogy amikor betegek vagyunk, ugye valamink elkezd fájni, akkor megrémülünk. Ugye újabb konfliktus. Nem beszélve arról, hogyha valakinek valami komolyabb betegsége van, akkor akár még halálfélelmi konfliktusa is lehet, és az a halálfélelmi konfliktus egy újabb betegséget fog kihozni. Tehát ez így hatványozódik. Tehát éppen ezért meg kell tanulnunk, hogy a tünetekhez megfelelően tudjunk hozzáállni. Úgyhogy ne okozzanak a tünetek újabb és újabb érzelmi konfliktusokat. Ez a második dolog. És a harmadik dolog az az, hogy a testtípusunknak megfelelően étkezzünk, és megfelelő életmódot éljünk. Ez is szintén ajurvéda, és ez az, ami segíti, hogyha az első kettőt megoldottuk, a mélyebb kiváltó okokat, akkor ez segíti a szervezetnek a regenerálódását, támogatja. De hogyha csak azzal foglalkozunk, a testtípus szerinti életmóddal, stb., az nyilván segíteni fog, de egy mélyebb, egy komoly betegségből csak azáltal kijönni, az nem könnyű, vagy ha valaki kijön, akkor könnyen visszaesett. Szóval itt elkezdtem akkor, az első eset, ami volt, amivel találkoztam, egyik kollégámmal beszéltem, neki volt egy 10 éve tartó komoly allergiája, utána megbeszéltük, hogy annak milyen érzelmi okai, elfolytásai lehetnek, és ő rögtön megértette, hogy tényleg. Ugye, mert az ember tudja, milyen problémái vannak, tehát ez nem kérdés. Nem arról szól a dolog, hogy elmondjuk, hogy milyen problémája van valakinek, hanem az, hogy ő a tudatalatt ezt hogy éli meg, az egy teljesen más érzelem, egy teljesen mélyebb, vagy egy sokkal mélyebb érzelem. Szóval, hogyha ez föl van tárva, akkor és megérti, és tudja, hogy hogyan kell hozzáállni a tünetekhez, akkor ő neki egy hónap alatt eltűnt szintén a betegsége. És a következő eset egy másik barátom, akinek egy ilyen rákos daganata volt, egy mandula rák nyirok áttétel, tehát ővel is megbeszéltük a konfliktust, elmondtam neki ezeket a dolgokat, ő is megértette, és egy pár hónapon belül ki tudott jönni ebből a rossz indulatú rákos betegségéből. És abban egyre többen kezdtek jönni, többnyire olyanok, akikkel már senki nem tudott semmit kezdeni, és mikor láttam ezeket a sikereket, hogy az emberek meg tudnak gyógyulni ezáltal, akkor azt gondoltam, hogyha ez egy tanítható folyamat, hogyha egy tanulható folyamat, akkor tanítanom kell. Tehát be kell mutatni egyre több személynek, és akkor jött létre ez az intelligens gyógyulás szeminárium, amit most címszavakban elmondtam,
azokat részletesen elmagyarázza. Ez egy egynapos szeminárium, részletesen nem mutatja ezt a témát. És van egy másik része, ami szintén az élet hozta, hogy általában, amikor valaki megérti, mi az érzelmi sok hatás, vagy érzelmi elfolytás, amit elszenvedett, akkor nem tudja azt megoldani. Ugye az életében, hát most mit kezdek ezzel? A második része az, hogy az érzelmi konfliktusainkat hogyan tudjuk kezelni, megoldani. Azt pedig úgy nevezik a másik szemináriumot, hogy érzelmi konfliktus megoldó képesség, fejlesztés. Az a másik szeminárium. És egyre többen ilyen orvosok, szakemberek, akik meghallgatták, pszichológusok ezeket az előadásokat, akkor látták, hogy ez egy nagyon fontos téma, és sokat ad hozzá az ő ismereteikhez, és arra biztattak, hogy írjak egy könyvet ebből, hogy minél szélesebb körben lehessen ezt megismerni. Azért azt gondolom, hogy ez egy létkérdés, hogy ezt megtanulja mindenki, mert hogyha nem tudjuk az érzelmeinket és a testünket egyensúlyba hozni, akkor hogyan fogjuk az életünket, a kapcsolatainkat, a munkánkat, ugye, tehát ez. Én azt gondolom, hogy az életemnek ez az időszakában ez volt az egyik legnagyobb ajándék, amit kaptam, hogy megértettem ezt, és át tudom adni másoknak. Tehát szeretném ezt az ajándékot ezzel a történettel nektek is átadni, hogy tudjátok azt, hogy van segítség, és van megoldás, és tudjátok, hogy ha valami gond van, vagy mondjuk érzelmi nehézség, vagy betegség, akkor ezen a szinten kell először keresni, és akkor sokkal nagyobb esély van a gyógyulásra. Köszönöm szépen a figyelmet!